Jó napot kívánok, üdvözöllek benneteket! A barokk irodalom elemzésének végéhez érkezve egy összefoglaló órát tartanék ma a barokk irodalmáról. Most nem csak a barokk irodalmáról, inkább azt mondanám, hogy a barokk művészetekről általában egy rendszerezést vagy összefoglalást. Még egyszer elmondjuk, mert nem tudom hanyatszor, hogy a reneszánszból fejlődött tovább a barokk, 17.-18. században megjelenő művészeti irányzat, elnevezése pedig ugye a portugál barukko, ami szabálytalan alakú gyöngyöt jelent, vagy pedig az olasz barokkó szabálytalan nyakatekert következtetésnek a jelentéséből ered a neve. A gics, mint fogalom, Teljesen más kontextusban él napjainkban, mint ahogyan a barokk korszakban jelent meg. Tulajdonképpen a, a cifrát, a furcsát, a különlegeset, a megkökkentőt, azt a, a szoktuk jellemezni, mint itt láthatjátok például ezen a flamingós képen is, ugye, hogy azt mondjuk rá, hogy az gicses, vagy például ezek a nippek, amiket még régen kitettek az aranyozos cikornyás mintákkal, tehát a gicsnek a fogalma is megjelenik. Tulajdonképp, ha ezeket megnézzük, ezek a baroknak is jellemzői voltak, mindezek az elemek a túldíszítettségében de mégis ugye művészet irányzatként, illetve stílus irányzatként maradt fenn. Ő is kedvelte a túldíszítettséget, a bonyolult formákat, a mozgalmasságot, azt, hogy valakit ámulatba ejtsen vele, és művészetekben is, ugye, és a mindennapokban is a meghökkentés volt a célja. A 15. 16, 16. századi reneszánsz harmónia, arányosság, szépség, tökéletesség, keresése, kifejezése, az valamilyen úton módon egy csalódáshoz vezetett az emberekben, mert rájöttek saját gyarlóságukra, hogy nem vagyunk tökéles, tökéletesek, sőt, rájön az ember arra, hogy a világ és az ember az sosem válhat tökéletessé. Ez fogja életre hívni tulajdonképpen majd a manierizmus stíluság, ahol ez a zártság, a tökéletes zártság felett egy nyitás fog kialakulni az emberek szemléletében, és ugyanakkor a művészetekben is. A barok az nem fordul el a régitől, nem azt mondja, hogy a régi az új és elvetendő, de viszont új célokat tűz maga elé, merítve a régiből. Az ember az ismét keresi a helyét a világban folyamatosan. A középkori vallásos gondolkodás is ugyanúgy megjelenik, és az isteni tökéletességhez mér az ember mindent, viszont új elemekhez, új eszközökhöz nyúl ennek a megmutatásához. A dekorativitás, a gyönyörködtetés is nagyon fontossá lesz számára. Célja az pedig egy ilyen örök cél, hogy a harmóniának, az összhangnak, ugye a megteremtése, az pedig hogy mivel próbálja elérni, hát a barokkorszakban leginkább az ellentéteknek az összehasonlításával. Ugye, hogyha különböző dolgokat állítunk egymás mellé, akkor még jobban kiütköznek a valós tulajdonságai a dolgoknak. A történeti áttekintéséhez még a baroknak ugye a 17.-18. században nagyon ellentmondásos korszakról beszélünk. Ugye a polgárság és a hatalom szembenállása még jelen van. Ezek folyamatos kis forradalmakat, megmozdulásokat eredményeznek. Amikor Angliában az egyik ilyen forradalomnak a polgárság lesz a győzelme, akkor Európa szerte forradalmi hullámok fognak elterjedni, míg nem ugye 1789-ben a francia forradalomig fog ez kijutni. Hát ez a feszesség a, a, hatalom és a polgárság között, ez ugye ezekhez a forradalmakhoz vezetett el, ez tulajdonképpen az a korszak, amin a barok is közben virágzott. A Kultúrában és a művészetekben a tudományok fejlődéseinek is egy nagyon-nagyon kiváló korszak, erről talán nem is beszéltünk a tudományokról, mert ugye irodalomról beszéltünk, de hát Kepler, Galilei, vagy Leibniz, vagy Newtonnak a, a törvénye is ugye a racionalizmus felé húztak, illetve váltak ekkor közismerté. Tehát a rac, Franciaországban ez a racionalizmus ö, jellemző, a racionális gondolkodás, Angliában az empirizmus, ezek a filozófiai irányzatoknak a kettőssége vezet szellemi áramlatként a 18. századi francia felvilágosodás felé tulajdonképpen. Ennek pedig Voltaire, Russo és az enciklopédisták voltak ugye a kiemelkedő alak, alakjai képviselői. A barokk képzőművészete. Ö, az is egy csodálatos a barokk képzőművészet, a történést akarja bemutatni, akkor is, hogyha portrészszerűen ábrázol. Tehát minden, minden egyes festmény valahol a, a történésre próbál fókuszálni, még a táj ábrázoláson keresztül is. Szabadon áramló vonalvezetés, lendületes formák, vonalak, és ami nagyon-nagyon jellemző még ezekre a festményekre és azért választottam itt illusztrálásként ezt az ábrázolásmódot, a fény és az árnyéknak a játéka is nagyon-nagyon erőteljes hogy csak néhány dolgot említsünk, ugye az Isten központúság, a vallás és a hit témaköréből a földi világnak a mozgalmassága felé irányulunk, a túlvilágnak a nyugalma tökéletessége mellett pedig ugye a barok ember az ellentétnek a a megformálására, illetve ennek az ellentétnek a legyőzésére törekszik a barok ember, és a dinamizmus a legszembe tűnőbb ezeken az ábrázolásmódokon. Michelangelo nevét is biztosan hallottátok, ő is a fény árnyék ellentétén alapuló festésmódnak a, a képviselője, mondhatjuk megteremtője, nagyon ismert a Bűnbánul Magdolna című festménye. Itt a képen látható nőalak az nem egy dáma, hanem egy szomorú, magábaroskat paraszt parasztlány, ugye? És szokatlan számára ez a drámai öltözet, amelyben a festményen is látható. Vagy Lorenzo Bernini-nek is, és ugye a 16. század vég, illetve már 17. században alkotott, legjelentősebb szobrásza. A szobrokon is a mozgás az, ami jellemző, a szimpadiás teatrális beállítása ezeknek a szobroknak az, ami jellemzi ezeket az alkotásokat. Velázquez is nagyon közismert, ő neki a tiszta színek alkalmazása, a jellegzetessége, ő udvari festő volt, és legtöbb képén is a királyi családot ábrázolta festményein. Rubens, ő, hát elsősorban Rubensnek a nő alakjai, a barokkos nő alakjai, a, a telt idomok, telt formáknak az ábrázolása jellemző, illetve a nagy, epikus jeleneteknek, drámáknak az ábrázolása, és ő volt a barok főri világnak a legsikeresebb festője. A barok építészet kapcsán is azért beszélnék valamit. Ugye a 16. század végén Itáliában alakult ki, tehát Olaszországban, és egészen 17. századnak az utolsó negyedéig tartott volt jellemző. Franciaországban 18. század, Németország területén, Oroszországban ugye 18. század, tehát változó volt ez területileg és időben is, attól függ, hogy hol milyen időközönként csöpört végig a baroknak a stílusa. Nem minden út tudott gyökeret verni, például az angliai építészetben nem hagyott jelentős nyomokat a barok. A később barok pedig ugye a 18. század végén az pedig ugye a klasszicizmusba torkolt. De nézzük meg a barok építészetet, talán ez nagyon szépen tükröz mindent. A franciaországi Versailles kastély egy jellegzetes képe, vagy Rómában a Trevikút és barok stílusban épült, vagy Velencében Santa Maria della Salute ennek az épülete is, ugye a baroknak a stílus jegyeit viseli magán. Ausztriában a Schönbrunni kastély az, ami barok stílusban épült, Fertődön pedig az Eszterházi, az Eszterházi kastély, amely barok stílusnak a jegyeit viseli, ezek saját fotókból hoztam nektek néhányat, hogy lássátok például a vasrácsos kapunak a díszítettsége, a baldahinos ágy, a tömött kis angyalkák, ugye a figurák, amik mozgásban vannak, ezek mind-mind a baroknak a stílusjegyei. A magyar barokk zene is egy érdekes műfaj, és egy újra-újra virágzó, tehát napjainkban is, ugye biztos a verbunkos zenéről hallottatok, ugye a néptánc kapcsán az első magyar zenei stílusként tartjuk számon. Haydn is nagyon sokat vendégszerepelt például, vagy kórus éneklés is nagyon jellemző volt a a, a barokk korszakban is. A képen pedig egy ilyen nagy jelenetet láthatok, ez is a Sombroni kastélynak az udvarában van, ahol lát, látjátok, hogy ez a szökőkút mozgalmas szobrokkal van körülvéve és a barokk irodalom kapcsán. Tehát két fontos tényező van a barokk irodalomra. Az ellenreformációs törekvések, amelyek hatottak, illetve a katolikus egyház megújításának vagy megerősítésének a szándéka. A műfajai közül legjellemzőbbek ugye a leíró műfajok, nem annyira lírai műfajok, mint amennyire a leíró műfajok, az önéletírás, az eposz, a történetírás, a levélírás, tehát ezek, amelyekkel meg is ismerkedtünk az órák során. A, az így, itt ugye az Rényi Miklósnak a szigeti veszedelmét elemeztünk részletesebben. A barok drámaírók közül is azért calderon kellene megellíteni, vagy Lopé de Vegát, akinek a barok kör, korra jellemző drámákat írtak a világirodalmi szinten, hogyha nézzük. A barokk korszakait ezek a megelőző és utókorszakokkal együtt ugye így tudnánk felvázolni, az átmeneti korszakként a manierizmust jelöltük meg, a baroknak a kezdetei a az 1600-as évek elejére tevődnek, a hősi barokkor az 1600-as évek közepétől ugye a vége felé, a kiteljesedett barokk vagy misztikus baroknak is nevezett, az már ugye az 1700-as évekbe hajlik át, és a késő barok korszakon, meg tulajdonképpen már a rokokónak a jegyeit fogja magán A magyar barok irodalomban csak néhány jelentős személy, hogy végigvegyük azt, amikről tanultatok az elmúlt hetekben. Pázmány Péterről is hallottatok, tanultatok, ő volt ugye a magyar prózának a, az első nagy mestere, és egyben az ellenreformációnak is vezér alakja. Neki a Magyarország kulturális politikai egységének a megteremtése volt a célja a kérdőjeleket magamnak tettem. Az Rényi Miklósnak a Szigeti Veszedelmével is megismerkedtünk részletesen. Nyéki Mátyás nevét is itt kell említenünk a barok költészet kezdeteiként. Önéletírók közül Betlen Miklós, Árvai Betlen Gata, Kata és második Rákóczi Ferenc nevével, tehát az, eml az erdélyi emlékírókkal ismerkedtünk meg, és Apácai Csere Jánost is meg kell említeni, hiszen ő pedig a Magyar Enciklopédiát állította össze, az ő és erre a korszakra, időszakra tehetőek, amikor is meg akarta teremteni az egységes magyar szógyűjteményt, szógyűjteményt, tehát Apácai Csere János neve is erre a barokk korszakra tevődik. A barokkor végét követően a, egy ideig tovább él még a rokokóban, ugye a baroknak is a bizonyos stílusjegyei tovább élnek a roko, rokokóban, de ö, részleteiben hozza már a rokokó csak a barokot, tehát nem teljes egészében. Ö, itt a köcsesség, a könnyedség, a könnyed kis formák, a kacérság, tehát ez lesz annyira inkább a rokokóra már jellemző. És hogyha még mindig nem Kristályosodott ki bennetek, vagy nem tisztult le, hogy mi is a barok, akkor a Anza tévén van egy nagyon rövid kis összefoglaló a barok orszakról, ott meg tudjátok tekinteni. A Zanza TV-be, hogyha beírjátok azt, hogy barok, nagyon jó kis feladatlap is van, amit ki lehet tölteni, nagyon jó feladatokkal lát el benneteket, tényleg egy összefoglaló, átfogó egységét tudja a barok irodalomnak és a barok művészeteknek adni számotokra. Ezzel én megköszönöm megtisztelő figyelmeteket, legyen szép hetetek a viszontlátásra.